Első napirendi pontjaként módosította a 2019. évi költségvetésről szóló rendeletét, majd beszámolót fogadott el a közművelődési közgyűjteményi intézmények 2018. évi tevékenységéről. Harmadik napirendi pontként a Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola átszervezését véleményezte a képviselőtestület, mégpedig táncos tánc tanfolyam indítását a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskolában. Valamint ugyanezen a napirendi ponton belül az érdi SC Kossuth Zsuzsanna Szakképzőiskola és Kollégium alapítókiratának módosítását is véleményezte a képviselőtestület. Szintén egy új képzés felvételéről van szó, szociális szakgondozó képzés indításáról kellett vélemény nyilvánítani a képviselőtestületnek. Ezt követően a képviselőtestület pályázatot írt ki a Dabassári óvoda óvodavezetői megbízás betöltésére. Ezt követően a képviselőtestület a temető üzemeltetéséről készült 2 éves beszámolót hallgatta meg és fogadta el. Valamint szintén elfogadta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 2018. évi gyűjtéséről készült beszámolót. Majd módosította a gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzatát, és a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola néphasználati kérelmét bírálta el, alapítvány nevében hagyta jóvá a képviselőtestület a Dabas név használatát, valamint címer használati kérelemben is döntött. Az ingatlan ügyeket követően a képviselőtestület döntött a Szent Anna Katolikus Családi Bölcsöde hálózat helyiség használati kérelmének ügyében, valamint az SC Dabas SL visszatérítendő támogatásának átminősítése tárgyában. Majd a Malév Dabas Horgász Egyesület kérelmét vitatta meg a képviselőtestület, ezt követően javaslatot fogalmazott meg a Gyóni Beton UNESCO világörökségi felterjesztését előkészítő bizottság megalakítására és annak tagjaira. Utolsó napirendi pontként a képviselőtestület közmeghallgatási időpontját és napirendjét határozta meg.